Címvédéssel zárult a labdarúgó Székelyföld OTP Bankkupa harmadik kiírása. Az FK Csíkszereda U17-es alakulata a döntőben büntető párbajban nyert a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia ellen. Négy napon át rúgták a bőrt a harmadik alkalommal megszervezett Székelyföld OTP Bankkupán, amelyen a csíkiak idén is döntőbe jutottak. Színvonalas és jó hangulatú mérkőzéseket láthattak a kilátogató nézők, akik a végén egy igazi büntető párbajjal végződő fináléval lettek gazdagabbak. Örülök, győzni mindig jó, úgyhogy nagyon örülök, mert a gyerekek nagyon sokat dolgoztak, és ez, ahogy már mondtam egyszer, eredménnyel párosul, akkor ők talán még jobban elhiszik, hogy érdemes sok energiát belefektetni. Szerintem egy nézhető jó mérkőzést játszottunk, utánpótlás szinten azt hiszem, hogy a színvonal is megfelelő volt. Elég felfokozott hangulatú mérkőzés volt, ilyenkor nehéz hideg fejjel látni a meccset. A torna harmadik helyén a kárpátaljai Munkács végzett, miután 3-1-re nyert a horvátországi Eszék ellen, míg az ötödik hely a vajdasági Topolyára került, a hatodik helyen pedig a felvidéki Dax zárt.